Többek között gyors úszásban álltak rajthoz a versenyzők Máté Szalkán. A diákok különböző korcsoportban mintegy 250 számban indultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei úszó diákolimpia döntőjén. Az iskolás diákok egyéniben és csapatversenyben is nevezhettek az idei megmérettetésre. A harmadik, negyedik, illetve az ötödik, hatodik korcsoportos B kategóriás versenyzők úsznak a megyei döntőben, akik a saját intézményükben a legjobban szerepeltek, azok a gyerekek vannak most itt. Nagyon fontos információ, hogy 33 intézmény jelennek most itt Máté Szalkán, ebből 155 tanuló áll rajthoz. A nevezések száma elérte a 255-öt. A győztesek kerülnek tovább a győri országos döntőbe, amely március 9-én és 10-én Győrbe kerül megrendezésre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Szövetség második alkalommal rendezi Máté Szalkán a megyei diákolimpia döntőjét a 3., 4., illetve az 5., 6. korcsoportban. Úgy gondolom, hogy a város számára és az Egyesület számára is egy jelentős eseményről számolhatunk be, hiszen a 2019-es év Máté Szalka számára, mint 50 éves jubiláló város, valamint a Máté Szalkai MTK 100 éves jubileumát ünnepli, ennek az éves munkatervébe gyönyörűen beilleszkedik ez a megyei sportrendezvény is. Öröm számunkra az, hogy 33 iskola szerepel itt ezen a mai versenyen, több mint 150 sportolót vonultatnak fel, akik egyéni és csapatban is megmérhetik, összemérhetik tudásukat. Természetesen az itt jelenlévő gyerekek mindegyike már győztese ennek a mai napnak, hiszen őket valamilyen rendszer szerint, versenyrendszer szerint választották ki, és képviselhetik saját csapatukat, és itt azonban a legjobbak között ki kell választjuk azokat, akik a megyét fogják képviselni majd az országos döntőben. Az alpolgármester hozzátette, az úszás országos szinten is az egyik legelismertebb sport, a megyei döntő pedig kiváló visszajelzés az úszók mellett a felkészítő tanárok számára is.